Több száz érdeklődővel délután 5 órakor nyitotta meg a Pécsi Tudományegyetem Pont Ott Parti elnevezésű rendezvényét. A visszafogottabb érdeklődők számára az egyetem együttműködőinek sátrai, a játékos kedvűeknek sörpongverseny és hasonló gólyatáborok hangulatát idéző szórakozási lehetőség volt elérhető. A jókedvű várakozók közül a Társas Játékklub egyik résztvevőjét kérdeztük, hogy hallanak-e egyáltalán játékból bármit is a színpadi zene mellett. Hát nehezen, de azért próbálkozunk. Figyelünk egymásra. És mi a célja annak, hogy itt vagytok? Várjátok a pontokat? Igen, ezért jöttünk, hogy itt együtt örüljük annak, ha felvettek minket. Györfi Zoltán az egyetem kapcsolati igazgatója 8 óra előtt másodpercekkel köszöntötte a színpadról a leendő egyetemistákat. Kérdésünkre elmondta, hogy idén is rekordszámú 14.500 fő jelentkezett a pécsi képzésekre, ami az országos átlagot bőven meghaladja. Mint megtudtuk, a Pécsi Tudományegyetem évről évre mindig tud növelni a jelentkezők számán, holott a demográfiai adatok csökkenést mutatnak, és összességében csökken a hallgatók létszáma. Mi abban reménykedünk, hogy a felvételi keretszámok legalább úgy alakulnak, hogy helyek közel ugyanannyi hallgatót fel tudunk venni, mint a tavalyi évben. És akkor ehhez még hozzájön a pótfelvételi, hozzájönnek még a külföldi hallgató képzései. Úgyhogy összességében a végén azt várjuk, hogy nagyjából olyan 7000 ember lesz majd, aki szeptemberben megkezdheti a tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen. Györfi Zoltán hozzátette, hogy komoly marketing munkát végeztek, hogy elérjék a potenciális jelentkezőket. Szokásos visszaszámlálást követően 8 órakor jelent meg a kivetítőn a lista, ami a PTE 10 karának pontjait tartalmazta. 4.28-at értem el, és körülbelül 330 kellett, ha jól tudom. A barátaimat felvették, úgyhogy nagyon örülök neki. A felvételt nyert hallgatók eközben SMS értesítést is kaptak a sikeres felvételiről, így természetesen az újongás és az örönykönnyek sem maradhattak el. Voltak, akik szüleikkel érkeztek, közülük a standokon többen érdeklődtek az esetleges online oktatásról, félve a koronavírus újabb hullámától. Hát bízunk benne, hogy rendes oktatás lesz, de felkészülünk arra is, hogyha esetleg valamilyen hibrid oktatási modellt kell bevezetni, vagy netán megint teljesen digitális oktatásra kell átállni. Azt gondolom, hogy ennek a technikai lehetőségét már kitapasztaltuk, biztosítottuk, ez működik. Az oktatók is már felkészültek arra, van már tapasztalatunk ebben, úgyhogy nem kell aggódniuk se a diákoknak, se szülőknek, lesz oktatás, de azért reményeink szerint a legigazibb oktatás mégis, hogyha élőben történik. Reméljük, hogy szeptemberben nyugodtan meg tudjuk kezdeni az évet. Az új pécsi egyetemisták egy héten belül kapják meg a gólyacsomagot, melyben minden fontos információt megtalálnak majd, mind a gólyatáborok, mind a képzés első heteivel kapcsolatban.